folytatnánk a napirendjeinket. Negyedik napirendi ponttal, nem, az a ötödik napirendi pont a meghívóban, a Kisbéri Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ működéséről beszámoló. Köszöntöm Nagy Ramona családsegítőt és kolléganőit, a mai... Nem, ő nem a Barbara. Bányázi Ágnes. Igen. Szakmai vezetője vagyok az intézménynek. Köszönöm. És megkaptuk az előterjesztés anyagát is, átadnám a szót az előterjesztés rövid ismertetésére. Milyen munkák, mivel fogadják a lakosságot, és mik történtek itt az elmúlt időszakban. Tisztelt polgármester úr, jegyzőasszony és képviselők! Ugye az írásos beszámolót elkészítettük, ezt szóban kiegészíteni nem kívánjuk. Ugye a kolléganő Nagy Ramona, aki a tavalyi év második felétől látja el itt a településen a teendőket, vele már heti szinten találkozhatnak. Azt érdemes elmondani a munkánkról, hogy ugye a tavalyi évben még beszélhetünk külön családsegítésről és külön gyermekjóléti tevékenységről. Két kolléganő végezte el ezeket a feladatokat. Ugye itt 2016. január 1-jét követően megváltoztak a jogszabályok. Ezeket a feladat típusokat összevonta a jogszabály, és az idei évtől egy kolléganőnek kell ezeket a feladatokat ellátnia. Ugye ezt a tevékenységet végzi itt a Ramona településen. A tavalyi évben 7 gyermeket gondoztunk alapellátás keretében, ugye ez az önkéntes együttműködésről szól, amikor is egy probléma kapcsán ugye jelzés érkezett, felvette az akkor még családgondozó a kapcsolatot a családdal, akik vállalták, hogy a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében együttműködnek. Nem volt szükség a hatóság bevonására, illetve 3 gyermeket kellett védelembevétel keretében a gyámhivatallal közreműködve gondoznunk. Jelzések alapján működik az intézményünk, ezt nagyon fontos tudni. Egyrészt működtetjük a jelzőrendszert, aminek az iskola, óvoda, védőnő, házi orvos, az önkormányzata a tagja. Ugye amennyiben az ő tudomásukra jut bármilyen probléma, ami veszélyeztetettséget okozhat egy adott családban, akkor mi ezek alapján, a jelzések alapján tudunk eljárni, így tudjuk megelőzni azt, hogy súlyosabb problémák alakulhassanak ki. Szép számban kaptunk jelzéseket a védőnőtől 4 alkalommal, a közoktatási intézményből 6 alkalommal, és az önkormányzat részéről is érkezett jelzés. Bízunk benne, hogy az idei évben is ez megmarad, vagy nem kell jelzést tenni, ugye ez lenne a legszerencsésebb, de tényleg ez a legfontosabb, hogy ugye nagyon sok súlyos problémáról, egyre súlyosabbakról hallhatunk a médiában is, hogy meg tudjuk ezeket előzni, hogyha bárkinek a látókörébe kerül olyan probléma, akkor tegyék meg ezt a jelzést felénk, de tényleg nincs okunk a panaszra, mert az együttműködés megfelelő, kapunk információt, háttéranyagot, úgyhogy így tudunk igazából jól működni. Hát így összefüggően, vagy összességében ennyit tudtam volna így elmondani, de szívesen válaszolunk tényleg a felmerülő kérdésekre, mert mi könnyen beszélünk a saját munkánkról, de ugye ebben élünk, erről szólnak a hétköznapjaink, de ha önöknek így a beszámoló alapján felmerül bármi, akkor szívesen válaszolunk. Köszönöm szépen a kiegészítést az előterjesztéshez, és köszönöm a munkát is, amit végeznek. Valóban azt mondani, hogy jó a kapcsolat, és hát bár ugye sok kapcsolat ne lenne jó, nem kevesebbszer találkoznánk az ilyen jelzőrendszeres alkalmakkor, amikor bizonyos problémákat kell megoldani, és eljárásokat lefolytatni. A családsegítés vonalon pedig tényleg egy olyan hiánypótló űr, ami a településen elérhető szolgáltatás, amit nyugdíjazásokkal, egyéb ügyintézésekben segítséget nyújt, és a lakosság igényli ezt a segítséget. És köszönöm szépen ezt a munkát is, amit Ramona végez a településen. Kérdezem a képviselőket, hogy van-e kérdés, vélemény, hozzászólás. Parancsolj, igazgató úr! Én is szeretném elmondani az iskola részéről, amit a polgármester úr, te is mondtál, jó az együttműködés, és köszönjük szépen a segítséget, és kapunk mindjárt a bukni, és ne legyen annyira sűrű, mint egyes esetekben volna, de készen létre vannak, úgyhogy köszönöm szépen.
Még annyiban egészíteném ki, hogy tényleg amikor már jelzés érkezik, akkor már a cérna eléggé elszakadít helyi szinten, akár a köznevelési intézménynél, védőnőnél, vagy önkormányzati szinten, amikor ilyen jelzések érkeznek. Tehát ilyen esetekben a lépésre már tényleg akkor valami eredményt is várunk, és remélem, hogy ezek hatásosak lesznek az ilyen lefolytatott egyeztetések. Bízunk benne. Köszönöm szépen a munkát és az előterjesztést is, hogy itt voltak. Aki elfogadja a beszámolót, kérem el az egész felemelésével. Köszönöm, megállapítom, hogy egy hangra került elfogadásra. Meg